Jó reggelt kívánok, ez a Híradó, az M1-en Székelyáron vagyok. Több mint 13 ezer menekült érkezett pénteken Magyarországra Ukrajnából. Egyre többen vannak köztük olyanok is, akik a saját bőrükön tapasztalták meg a háború pusztításait. Egyikük, aki a Harkivi harcokban elvesztette a lábujjait, az M1-nek azt mondta, teljes a pusztítás a kelet-ukrajnai városban. Folyamatosan érkeznek a menekülteket szállító kis buszok a Bereg-Surányi segítségpontra. Leginkább idősek, fiatal édesanyák és kisgyerekek utaznak rajtuk. Fiatal férfit csak elvétve lehet látni. Mit csinálják, hogy mindenkinek jusson? A segítségpont munkatársai felkészülten várják őket. Megérkezéskor egyebek mellett meleg ételt kapnak, továbbinduláskor pedig szendvicseket. Szombaton szarvasból készült rizses hús főtt az üstökben. Oleg kora reggel érkezett Bereg-Surányba és rehabilitációra utazik tovább Németországba. A Harkivban dúló utcai harcokban minden lábujját elvesztette, a kezén pedig súlyos fagyási sérülések vannak. Az M1-nek arról beszélt, teljes a pusztítás a kelet-ukrajnai városban. Minden nap lövöldözések vannak, közben pedig folyamatos a bombázás is. Legalább 2000 ház és 7 egyetem biztosan megsemmisült. Lehetetlen most Harkivban élni, aki tud, eljön onnan, mesélte a férfi. A segítségpont munkatársai szerint az elmúlt hetekben jelentős a változás a menekültek mentális állapotában. Amíg két hónapja még a várható harcok miatt menekülők érkeztek, addig most már olyan embereket fogadnak, akik olykor heteket töltöttek pincékben vagy óvóhelyeken, miközben a fejük felett lövések dördültek vagy rakéták csapódtak be. Sokszor nem is kérdezzük az elején, hogy honnan érkeznek, van-e úti céljuk, tudnak-e valamerre tovább utazni. Egyszerűen lehet látni azokon a családokon, hogy számukra most az a legfontosabb, hogy csendben vannak, nyugalomban vannak, kicsikét összeszedhetik a gondolataikat. Mi az első napokban elkezdtük a segítségnyújtást. Az ökumenikus segélyszervezet Lembergi iroda vezetője az M1-en arról beszélt, már több mint 70 ezer emberhez jutottak el Ukrajnában, és mintegy 1000 tonna segélyszállítmányt vittek a kormány és a magyar emberek adományaként Kárpátaljára, valamint az ország belső területeire. Giuliano Stocchino Weiss hangsúlyozta, nagyon sok menekült nem akarja elhagyni Ukrajnát, ezért fel kell készülni a hosszú távú segítségnyújtásra, és be kell kapcsolódni az ország újjáépítésébe is. Mindenki vissza akar menni, az ember nem akarja elhagyni az otthonát, úgyhogy ebben fogunk részt venni, hogy ebben tudjunk segíteni nekik, hogy mindenki, hát ahogyan a helyzet fog változni, tudjunk nekik segíteni, ami már biztos, hogy sokan nem fognak soha visszatérni a házukba, mert azt már lerombolták. Pénteken több mint 13 ezer ukrán menekült érkezett Magyarországra. 6100-nál is többen Ukrajna felől, csak nem 7600-an pedig Románia felől léptek be az országba. Budapestre vonattal 620 menekült, köztük 255 gyermek érkezett. Már több mint 650 ezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra, közülük 108 ezeren kértek és kaptak ideiglenes tartózkodási engedélyt, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György elmondta, az ukrajnai háború elől menekülőknek Magyarország továbbra is minden segítséget és védelmet megad. Szerinte a menekültek száma elérheti a 900 ezret is. A főtanácsadó hozzátette, Magyarország eddig 40 milliárd forintot fordított a menekültek ellátására, és ennek az összegnek csupán a 2%-át biztosította az Európai Unió. Általában eléri a 8-10-12 ezer főt naponta, akik úgy döntenek, hogy ugyan már korábban elmenekültek kelet-ukrajnai területekről, de eddig mondjuk nyugat-ukrajnai területeken, vagy éppen a Kárpátalján tartózkodtak, ahova egyébként megjegyzem magyar kormány karitatív szervezetek bevonásával és a magyar emberek összefogásából több mint 3 milliárd forint értékben küldött már eddig karitatív adományokat. Egy év, két munkanap, bruttó 15 millió forint jutatás, ez Hatházi Ákos parlamenti munkájának mérlege. Az összesítést a Magyar Nemzet készítette. A lap rámutat, a baloldali botránypolitikusnak emellett üzemanyagkártya, lakás és iroda is járt az adófizetők pénzéből. De ha az elmúlt 4 éves ciklust vizsgáljuk, akkor sem jobb a helyzet. 4 év alatt mindössze 3-szor szólalt fel az országgyűlésben. Hatházi Ákos most azt hangoztatja, hogy nem vesz részt az új országgyűlés hétfői alakuló ülésén. A lap megjegyzi, az eddigi teljesítményét nézve ebben nincs is semmi különleges.
Nem szabad részt venni a klasszikus parlamenti munkában. Ameddig nincsenek garanciák az ellenzék ellenőrző feladatának elvégzésére, addig nem szabad részt venni a törvényhozás munkájában. Többek között ezzel is hergelte Elf barátait Hadházi Ákos azok után, hogy a baloldal súlyos vereséget szenvedett a választáson. A botrány politizálásáról elhíresült független képviselő, aki a Momentumba tartott, azt is követelte, az ellenzéki pártok ne fogadjanak el a Fidesz-KDNP-től parlamenti pozíciókat. Mi a parlament alakuló ülését bojkottálni fogjuk. A Momentum azonnal beállt a Hadházi modell mögé, és a párt bukott elnöke Fekete Győr András bejelentette, ők biztosan nem lesznek ott a parlamenti eskütételen, és a bizottsági munkában sem vesznek részt. Ha majd az a 2 millió szavazó lecsökken 1 millióra, na akkor lesz majd nagy megdöbbenés. A baloldali pártok először hezitáltak, de hamar kifarultak Hadházi mögül. Egyre többen vették át ugyanis a mandátumukat igazoló megbízó levelüket. Részben a választók felháborodása miatt, másrészt pedig tartva az állami támogatások elvesztésétől. Én azt hiszem, hogy az lesz a megalázó, hogyha az ellenzék lemond ezekről az erőforrásokról, és nem lesz jövedelme, és nem lesz pénze arra, hogy egyáltalán ellenzéki politizálást csináljon magának. Az új parlament megalakulását előkészítő hivatalos tárgyalásra készülve már a Momentum is taktikát váltott. Fekete Győr András ugyanis nyílt levelet intézett a Fidesz frakció vezetőjéhez, amelyben feltételekhez kötötte az alakuló ülésen való részvételt. Például a sztrájkjog módosítását követelte, valamint hogy csak az ellenzékkel egyetértésben lehessen megváltoztatni a választási szabályokat. Olyan pártok, amelyek a nyilvánosság előtt, önök előtt azt hangoztatják, hogy nem vesznek részt a parlament alakuló ülésén, azok azért a bizottsági helyek elosztására azért eljöttek, nehogy baj legyen. A Fidesz frakció vezetője a hétfői egyeztetést követően egyértelművé tette. A legfőbb népképviseleti szerv megalakulása méltóság teljes ünnepélyes pillanat. Aki azon nem vesz részt, az nem csak képviselő nem lesz, de nem is választható meg egy tisztségre. Csütörtök estére aztán elbukott a Hadházi modell. A Momentum vezetése ugyanis úgy döntött, mégis részt vesznek a parlament hétfői ülésén, leteszik az esküt, a további munkát azonban bojkottálják. Péntek délutánra a Momentum a Jobbikhoz köthető Alfa Hírnek adott válaszában még ennél is tovább ment és bejelentette, Hadházi Ákossal a jövőben nem egy frakcióban fogunk a NER lebontásán dolgozni, vagyis Hadházit a tudta nélkül rakták ki a Momentum képviselőcsoportjából. A Magyar Nemzet a viharos szakítást követően arról ír, az elmúlt egy évben Hadházi Ákos mindössze 2 alkalommal ment be az Országházba, vagyis a baloldali politikus lényegében nem járt be a munkahelyére. Ehhez képest Hadházit parlamenti képviselőként ez idő alatt bruttó 15 millió forint tiszteletdíj illette meg. Kapott irodát, lakást, üzemanyagkártyát és fizetett munkatársat is. A következő kormány felállásáig... Hadházi Ákos egyébként 4 év alatt mindössze 3-szor emelkedett szólásra a parlamentben. Ebből 2-szer a saját mentelmi ügyeivel összefüggésben beszélt. Botrányt ellenben volt ideje okozni. Vitán felül a magyar demokrácia egyik mélypontja volt, amikor 2019-ben Hadházi Ákos trágár feliratú táblát emelt a magasba a képviselőházban. Már csak 2 hónapig használhatók azok az okmányok, amelyeknek az érvényessége a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt lejárt. György István államtitkár arra kérte az embereket, hogy minél előbb újítsák meg a május 31-e előtt lejáró személyigazolványukat, útlevelüket és jogosítványukat. A kormányablakok az országban több mint 300 helyen akár időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket. Azoknak pedig, akiknek a gépjárművük forgalmi engedélye járt le, a vizsgaállomásokat kell felkeresni. Már csak 2 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a pandémiás járvány idején a veszélyhelyzet alatt járt okmányok meghosszabbítása megtörténjen. Ezt a jogszabály értelmében 2022. június 30-áig lehet megtenni. Számos olyan élethelyzet van, ahol a lejárt okmányok kellemetlenséget jelentenek, például ilyen a banki ügyintézés, vagy akár a postán az ajánlott levél átvétele, vagy a patikában bizonyos gyógyszerek kiváltása, de ilyen a utazási támogatás is.
Zarándokvonat indult Budapestről 300 zarándokkal ma reggel a Mátra-Verebély-Szentkuti Nemzeti Kegyhelyre, Böjte Csaba ferences szerzetes lelki vezetésével. Az utazást imák, elmélkedések, éneklések, lelki beszélgetések és gyónási lehetőség teszi teljessé. A zarándokok között valamennyi korosztály megtalálható, és mint Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is kiemelte, örvendetes, hogy a fiatal korosztály igen nagy számban vesz részt a mostani zarándoklaton. Magyarország vigyázza, őrzi és védi azt a keresztény hitet, azt a keresztény kultúrát, amit egyébként szüleinktől, nagyszüleinktől kaptuk meg örökségül, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ebben a világban. Lássuk ezt az állítást, és lássuk azt is, hogy minden ilyen zarándoklat az egyben a közösségi erőnek a próbája is. Ott az egyéni kényelemről le kell tenni, és a közösségi érdekét kell előtérbe helyezni. Erről szól ez a zarándoklat és ez a vonat.